A sorozatban 3 bajnoki győzelemnél tartó és 8 tétmérkőzés óta veretlen Mezőkövesd, a nála eddig 6 ponttal többet gyűjtő Paksot fogadja. Közös a két együttesben, hogy bajnoki találkozón a vendégek sem szenvedtek még vereséget 2018-ban. Ha pedig nézzük a hazaiak összeállítását, akkor azt láthatjuk, hogy egyetlen nagy hiányzójuk van, Tóth Bence, aki legutóbb megkapta 5. sárgalapját, ráadásul meg is sérült. Őt Misák pótolja 27-essel, aki először kezd a kövesdieknél, elől pedig Bognár mellett az a Kosta Márk 19-essel, aki a 10. bajnoki góljára hajt. Akkor, hogyha megnézzük a vendégpaksiak összeállítását, akkor azt láthatjuk, hogy igazából nincs nagy változtatás Csertői Auréltól, legalábbis abban a tekintetben, hogy a megszokott hátsó 4-es, valamint Verpecz kapus azok, akik elsősorban szeretnék majd megakadályozni a kövesdi rohamokat. Elől pedig ott van Haraszti Hahn és Barta, utóbbi a házi gólkirály, de leginkább talán a 26-os messzámban futballozó Bertusra kell majd figyelni, aki a 10. gólpasszát szeretné megszerezni ebben az idényben. Gyorsan elvégzett szabadrugás, Szabó, beadás, így még jó lehet, sikerül visszatenni, sikerül bizony. Hahn helyzetben, Hahn lövi el, gól! A 13. percben az első kaput eltaláló lövéséből rögtön megszerzi a vezetést a Paks. Kellett hozzá egy rosszul sikerült Szabó beadás, amit aztán végül Simon Ádám szedett össze, Hahn pedig nagyon szépen megnézte magának a bal alsót, és ezzel megszerzi a 2. gólját a mostani idényben. És jó a meglátása, Szabó hozhatja, lendületből jöhet a paksi bal hátvéd, akár lövésig vagy beadásig, Haraszti elengedi, szerencsésen visszakerül azonban hozzá, Paffa mellette. Egy újabb jó kényszerítő a 16-oson belül, Bertus ballában a tekerés, gól! A 22. percben Bertus szezonbéli 6. góljával már 2-0-ra vezet a Paks. Most lett 2. A Mezőkövesdi 16-oson belül így kényszerítőzni már önmagában megér egy dicséretet, Bertus tekerése pedig tökéletes. 32. perc, ezúttal is a rövidre, a csúsztatás is ki sem jön Dombóról. Farkas, Bognár, Farkashoz kerül vissza, a jobb hátvéd teker! De marad a 2-0-ás paksi vezetés. Kosta adja el, Bertus megint. A hosszú ketten is kérnék, így Kívai marad lövőhelyzetben. És bizony Dombónak kell megint csak hárítania. Vági. Hánc szöktetné, van mellette társ, ott lehet a 3. paksi gól, ott lesz a 3. paksi gól. Egy sakmat akciót követően végül is a 68. percben Barta az, aki megszerzi a bajnokságban 7. gólját. Hahn passza remek, és Bartának 5 méterről Papp Kristóf passzát követően már nincs nehéz dolga. Ennél közelebb nem nagyon lehetett volna vinni. 0-3, két ember mellett Haraszti üres, a bal oldalon Bertus, már a 16-oson belül Bertus lövi el. Picit talán most ünző volt Bertus. Farkas ível be, az nagyon jó passz, de a kapu mellé csak Dražsics. A szerb középcsatár nagyjából 7 méterről csak a kapu mellé helyez. Barta. Haraszti, az lassan lövőhelyzet, meg is próbálja Haraszti, és végül Dombó árít. Másodszorra, de meg tudta kaparintani a labdát. Kosta. Ballábas, ezúttal jobbra cselezett, talán ennek is köszönhetően, mert nyilván ő is hallotta, hogy beszóltak neki. Bognár, az átadás nem rossz, és ott van a szépítés a kövesdiek részéről. A csereként beálló Dražsics a találat szerzője a 81. percben. Bognárt kell dicsérni, aki remekül látta meg Vadnait, és az előre húzódó bal hátvéd adja a gólpaszt. Második NB1-es meccsén pedig az első gólját jegyzi Dražsics. Vági próbál eltartani ellenfelét, nem sikerült, most 2-2-ben mehet a Mezőkövesd. Dražsics, eléggé lassúak ezek az átlépősök, Dražsics teszi tovább, Cseri a 16-oson belül, Cseri átíveli, gól! A 94. percben Dražsics szépít, de ez csak arra elég, hogy a vége egy gólgazdag vereség legyen Mezőkövesdi szempontból. A csereként beálló támadó két gólt szerzett valamivel több mint 10 perc alatt, a meccset viszont a paksiak nyerik, megszakítva ezzel a hazaiak jó sorozatát. 8 mérkőzés után kap ki a Mezőkövesd. Dražsics tovább viszi, és a gólpaszt pedig Cseri adja. Be kellett vetődnie Dražsicsnak, de sikeresen megtette.